rajtba a kötényt, a söprűt, a por. Öltözz, mert vár az ég. Az élet egy kábáré, hát jöjj, vár rád a kábáré. A zene szól, remek a bor, töltsd el egy boldog körbe, estét itt a foglalt asztal, tessék, hűj a halálra, hisz úgy is tudod, hogy rohansz a sűr mellé. Az élet egy kábáré, hát jöjj, mert legjobb a kábáré. Egy barátnőmet úgy hívták, hogy Elszű, és nem titok, hogy dugta egész Chelsea. Nem hasonlított ő Lilium szárra, mert az igazat szólva pénzért járt szobára. Hogy meghalt, járt az egész utca szája, a szesznek meg a fűnek ez az ára. De a ravataló hullott rá a fű, nem láttam boldogabb hullát. Királynő volt ő, és éppen ma újra eszembe jut az ő dala. Hogy is volt? Na, segítsetek már a francba. Megvan. Szobában hermadni semmi nem ér. Zenélnek, hallom. És szól ez a kis dal, utcáit járom, újra Chelsea, halljak hát meg, fél is, ahogy el a szív. Ügyjük a halálra, hisz úgy is tudod, hogy rohansz a sír. Kérlek, most van kint a fogorvosnál, vagy főorvosnál, bocsánat. Nyugodt lehet, ha én odakültem a páciens, biztos kezekben van. Jó. Tallóczi főorvos, kitűnő szájsebész. Csodálom, hogy nem ismered. Gyere ide ma délután is, akkor itt megismerkedtek. Bemutatlak neki, igen. Azt hiszem, a Petrünk köszönöm rendben jön, de majd itt Tallóczival tudod nálunk konzultálunk. Szervusz! Pálinkással beszéltél? Igen, vele. Aggódik a betegünkért. Kérlek, nekem se tetszett. Mikor Pálinkás hozzánk küldte, már előre haladott stádiumban volt. Én azt hiszem, hogy egy krónikus periosztitis. Én mindenkinek azt mondom, hogy a számomra a feleségem a legkompetensebb orvos, de szerintem ebben az esetben tévedsz. Beszéltél már ezzel a főorvossal? Hogy is hívják? Tallóczi. Azért nem ismeritek, mert most nevezték ki a stomatológia élére. De nem sokára jobban ismertek bármelyik tanárnál. Ha te ennyire bízol benne, akkor biztos, hogy kiváló ember. Igazán szeretném megismerni. És biztos, hogy eljön? Hát én nagyon lelkiismeretes ember. Azt mondta, hogy ha egy lehetősége van, akkor jön. De tudja, hogy Pálinkást is hívtam, és itt konzíliumot tartunk majd a betegről.
Igen. Van még beteg kint? Szerintem befejeztem a rendelést, azt hiszem. Mindjárt megtudjuk. Van még kint beteg? Egy hölgy és egy úr van kint. De együtt jöttek, valószínűleg összetartozik. Bocsássa be őket. Jó. Ja, én is megyek vissza a rendelőmbe. Még egy betegem van. Nyomoztam, hogy ki az, aki mint gróf elcsábított engem. De hát ha tudja, hogy ki vagyok, hát akkor azt is tudja, hogy nős vagyok és a feleségem. Tudja mit? Pontosan azért vagyok itt, és a testvérem odakint várakozik. Kint az előtérben alig tudtam visszatartani. De hát én a múltkor egy spicces fővel egy kis tréfát csináltam. És akkor azok az ön tréfájának következményei lettek, és az ön tréfája olyan következmények nélkül múlt el, hogy itt van a nyoma. Úgyhogy minden esetre azt szeretném mondani, hogy ön otthagyta a faképnél a mindenféle ígéretekkel behálózott szerencsétlen leányt, és grófnak adta ki magát. Úgyhogy ezért önnek felelnie kell ezekért a következményekért. Egy lány! Egy jó nevű, egy idegen urakkal nem megy este moziba. Csak hogy egy jó nevű pesti fogorvos nem adja ki magát grófnak, és nem hagyja ott a mindenféle ígéretekkel behálózott ártatlan leányt, és nem ad mindenféle hamis telefonszámokat és hamis címeket. De hát mit akar itt? Hát találkozunk bárhol. Nem, én azt akarom, hogy itt, és most nekem írásban biztosítékot adjon arról, hogy gondoskodik rólam és a gyermekéről. Különben behívom a fivéremet, és ő majd ellátja a baját. Figyelmeztetem, nem hagyom magam zsarolni. Találkozunk máshol. Most itt azonnal, különben behívom a fivéremet. Hát jó. Hívja be. Illő fogadtatásba részesítem, most elmegyek a másik szobába a revolveremért, és ha még képpel tud, a visszajövök is még itt lesz. Majd adok én neki biztosítékot. Tóni! Tóni! Na mi van? Figyelj! Elment remélni. Úgy, azt hiszi meg gyerek? Ugye nem félsz? Nem. Csak emelkénység egy revolverért. Most ide figyelj, most melegítve kellene. Most már nem tud elmenekülni, 10 percig itt vagyok, gyere! Hallatlan. Tessék, bejön. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Dobtokát nem rendelt. Hát én meg nagyon remélem, hogy rendel. Hoztam is magammal rendelő leveleket, látja. Ja, maga nem beteg? De, beteg vagyok. Méghozzá reumám van. Tehát a doktor úr fogorvos? No, hát attól nekem még nyugodtan lehet reumám. Egyébként azért jöttem, mert úgy hallottam, hogy maguknál állandóan kiég a biztosíték. Az én automata biztosítékot hoztam magammal, és egyébként Gróf vagyok, a megrázó és társa vállalattól. Ott tessék helyet foglalni, ott rá fogok súzni néhányat ebből. Nem, ha pedig... Na, most már ide is vehet egyet. Jó napot kívánok! Ment kell őket engem. Mit akar itt? Alázatosan jelentem, én kérem, csak is a biztosíték miatt vagyok itt. Ó, szóval a biztosíték miatt jött. Igen, kérem. Jaj, de furcsa alak ez. Látja ezt? Hogy ne látnám, jaj Istenem! Tegye már el! Jöjjön le! Jöjjön le! Rosszul tetszik lenni? Jöjjön le! Jó, nem.
Nézze, én hajlandó vagyok magával alkuba bocsátkozni a biztosítékot illetően. Hát bocsánat, alkuról szó sem lehet. Prix, prix! Hallgasson ide. Én szeretem a feleségemet. Érti? Én szeretem a feleségemet. Szereti? Értem. Na de miért tették ebből skandalumot csinálni? Mert a feleségem féltékeny rám. Magára? Na látja, ezt nem értem. Na de nekem ehhez mégis mi közöm van? Majd mindjárt megtudja. Nem tudom. Én nem hagyom, hogy bárki szédulja az én családi harmóniámat. Megértette? Igen, hát tulajdonképpen csak annyit tudok magának mondani, hogy ne tessék hagyni! Mert tulajdonképpen, hogyha most úgy vesszük az egészet, akkor ha most úgy vesszük... Tulajdonképpen, ha úgy vesszük, én a múltkor spicces ölel egy kis tréfát csináltam. És azóta sem sikerült kijózanodnia? Megismerkedtem egy lányjal. Na, képzeled, hogy kicsoda? Jaj, tessék már engem ezzel békén hagyni végre. Aztán én ezzel a lányjal elmentem a moziba. De én ebben nem látok semmit. Hát mondjuk ilyen az van, az biztos, mert van úgy, hogy az ember elmegy egy nővel moziba, azt nem lát semmit. Nem érdekel a véleményem. Aztán kijöttünk a moziból. Bevallom magának, én is hibás vagyok egy kicsit. És akkor most mi a teendő? Mert én ugyanis nem tudom. Maga mit tenne az én helyemben? Hát, azt már tudom. Kivizsgáltatnám magam. Hova kerültem? Hogy érti ezt? Hát, én ezt leginkább úgy értem, hogy én szeretnék már végre a tárgyra térni. Én ugyanis ide csak is a biztosíték miatt jöttem. Na jó, térjünk a tárgyra. Tud valakit, aki esetleg adoptálná? Megint kezdi? A kicsodát kérem! Jó, beszéljünk másról, akkor maga szerint romlottak Elzának a házassági esélyei? Biztos abban a doktor úr, hogy normális? Mert én nem hagyom magam zsarolni. Itt a zsebemben a revolver. Ha maga elárulja magát, és a legkisebb mértékben is kellemet lehetett ahhoz, keresztül övön. De én szívesen segítsége vagyok a kisasszonynak üzletileg, erkölcsileg, de készpénz azt nem adom. Jó, hát készpénz az nem is kell. Hát akkor milyen biztosítékre gondol? Automatikusra. Ez a legegyszerűbb, és sokat megtakarít vele, kérem. Elsősorban arról, hogy ne essék szó, hogy én ebben az esetben, mint gróf szerepeltem. Micsoda? Magáról nem tud, hogy én gróf voltam. Hát én erről nem tudok. Nem hagyja abba. És tessék mondani, miért tetszett ott hagyni a grófi pályát? Nem érdekel az iróniája. A feleségednek erről nem szabad tudni. Mit kérem? Hát én erről egy szót sem fogok szólni. Tulajdonképpen csak egy dologról szeretnék én már nagyon régóta beszélni, ez pedig nem más, mint a biztosíték. Beszéljünk, de készpénzt nem adok. Hát jó, hogyha nem ad, nem ad. Hát jó lesz nekem a doktor úr részletre is. Jó, és akkor mi lesz Elzával? Hogy mi lesz vele? Mi a véleménye magának egy olyan nőről, aki késő este 10 után idegen férfiakkal moziba megy? De... Na hát egy ilyen nő aztán nem áll elköcsileg magas fokon. Hát egy ilyen nő az, hogy hát tényleg az, főleg erkölcsileg, pláne fokon, hogy szekálja az embert. Na de lehet, hogy rendel volt valamit. És maga még ezek után ide mer jönni? Hogy gondolhat ilyet? Nem én jártam esténként nős férfiakkal moziba. Én Elzának az erkölcsi igényeit nem ismerem el. Hát milyen családéken életet élnek maguk? De kérem, mi nagyon jó családi életet élünk. Hát akkor miért ne vigyáznak arra a lányra? Hát a fejne lányra! Hát Elzára!
Hát maguk is felelősek, hát nem lehet mindent rám lőcsölni. Én úgy érzem, hogy a doktor úr téved. Én nem tévedek. Figyelmeztetem. Itt van a zsebemben a revolver. Ha maga elárul engem, ahogy mondtam az előbb, keresztül lövöm. Én kérem, én nem fogok mondani semmit. Sőt, én csak azt fogom mondani, amit maga akar. Csak a egymodvarákot ne süss el a kabátját, kérem. Hát hova kerültem, kérem? Na de elintézhetnénk röviden is a dolgot. Maga milyen biztosítékot ad, mert nekem is szüksége van biztosítékra. A legjobbat. Nem akarom magamat többé ilyen kellemetlen helyzetbe hozni. Feltétlenül magának szüksége van rá, mert egy modern embernek mindig szüksége van biztosítékra. Meg akarok ismerkedni a maga családjával. Kicsodával? Hát nekem a szüleim azok lentiben élnek, de lakik itt Keszthelyen egy süket nagynéném, hát vele összehozhatom, hogyha akarja. És a húga az ott nevelkedik? Hol kérem? Jönjön, de nem kérem, mert a húgom az férnél van. Hallatlan, micsoda, és nem sül ki a szeme? Hát már az is szégyen, hogyha valaki férjes asszony. Akkor ne járjon moziba! Hát kicsoda ne járjon? Hát a húga! De hogyha egyszer szeret moziba járni, kérem, megkérem magát, hogy olyanokban ne avatkozzon bele, amihez magának semmi köze sincsen. Vigyázzon! Mert keresztül lövöm. Húha! Hát, ha elárulja magát, akkor aztán olyan keresztüllövés lesz, hogy csak úgy néz ki. Hát, én nem fogom magam elárulni, abban biztos lehet. Talán a főorvos úr. Igen, Tallóczi főorvos úr, igen. Önrendek. Önrendek, Tallós főorvosi? Most volt a betegnél? Igen. A konzoláriumon. És mit állapítottak meg? Stomatitis aftóza. Szobapite. Jöjjön! Foglaljon helyet, főorvos úr. Köszönöm szépen. Hát, milyen a beteg? Lázas. Ilyeneket súgjon már, ne olyan szobapitekuszokat, mint az előbbiteken. Szóval lázas? A doktor úr szerint stomatitis aftóza esete forog fel. Igen, ugyanis én szerintem ez az eset forog. Ez tulajdonképpen egy forogitis. De már javult a beteg. És evett már? Igen, ebédeltem. De itt a növekvő feszültségre való tekintettel újra megérztem, és nagyon szívesen elfogadnám, hogyha megkínálnának valamivel. Én azt hittem, hogy egy krónikus... periosztitis. Hát, kimondottan éppen nem, de ezt se lehet kizárni egyébként. Én szexistől féltem. Volt szexis? Hát én bizonyos elváltozásokból gyanítottam. Ez a veszély már elmúlt? Igen, nem múlt el. De én éppen nem aggódom a betegért. Nem aggódik. Még nincsen ám olyan jól, csak hát ugye az a helyzet, hogy hát nekem nem rokonom a beteg, és én nem fogok érte aggódni. Idegen embereket még aggódnék. Hát én mindjárt mondtam a férjemnek, hogy ez nem lehet alveolaris biorhea. Az kérem nem lehet, az nálam ki van zárva. Micsoda? Alveolaris biorhea. Súgjon már végre. Én bizonyos elváltozásokból pedig gyanítottam. De nem találtunk kokkuszokat a gégében. Hogy micsodákat nem találtak? Kokkuszokat. Hát biztosan nem keresték jól, mert... Főorvos úr talált. Hogyne, amikor a beteg odajött elém, kinyitotta a száját, én belenéztem, és már is ott volt elő két nagy kókusz. És tudott nyelni a beteg? Hát miután kivettem a kókuszokat, tudott. Csináltam egy kis kókusz-pókuszt.
az Isten küldte. Megbocsájtanak, még egy betegem van. Okvetlenül várjon meg főorvosot. Viszontlátásra. Megfogom. Na, most mondja röviden, mit tolhajt. Hát az az igazság, hogy én villany felszerelési cikkekkel ügynökölök. Értem. Veszek magától, mit vegyek? Amit tetszik. De akkor el van intézve minden. Hát a közel-keleti kérdés az még ezen nincs megoldva. Sőt, a migrációs válság sem oldódott meg ettől. Sőt. Jó, én veszek, de aztán nem látom többet. Amíg engem nem hívak, addig én ide be nem teszem többet a lábamat. És a húga ide nem merjen jönni. Te mit akar már megint a húgomtól? Ja, melyik áron keresi a legtöbbet? Talán a húzalom. Jó, veszek magától, mennyire vegyek? Mennyit tud adni? Hát mondjuk olyan fél méterestől úgy 30 vagonnyi. Hát 30 vagonnal nem veszek. Veszek mondjuk 200 pengőért. Tessék mondjuk inkább 300-ért venni. Piszok. Ajánlhatok magának egy kis, egy tucat automata biztosítékot is. Csirkefogó. Ki kéne vágnom innen magát a biztosítékeival együtt? Ó, hát engem nyugodtan kivághat. Na de az automata biztosítékot azt nem lehet kivágni, kérem. Jó van, írja be. Vehetne még néhány stekkontaktot is. Pimasz. Az elég magának egy életre, és még az unokái is használni fogják. Pimasz. De remélem aztán most már így. Isteni kuncsavt, ez mindent vesz. Hát nézze, hogyha már itt benne vagyunk, akkor tudnék ajánlani magának 8 darab rádióba való csövet. Az sosem megy tönkre. Hát nincs is rádió. Na látjád, akkor persze, hogy nem megy tönkre. Van még nálam egy transzparens is. Vagy bocsánat, két transzparensem is van. Hát minek az nekem? Meglátja, annyi kuncsapja lesz, mint a hát rengeteg, hogy kirakja őket az egyiket ide az ajtója fölé, oda, hívja, a másikat meg oda az ablak fölé, és nagyon szép, csillogó, színes betűkkel ki lesz rá írva, hogy Mügei Béla, fogorvos, és elmebeteg. Ne, ide van. Istenem. Aromba kuncsaft. De legalább szapora. Itt van a madár. Páciens? Ja. Kuncsaft, ez venni fog. Ne beszéljen össze-vissza. Maga elcsábította a nővérát. Ez a? Igen. Ez nagyon nagy kuncsap, tehát annyi fog venni, amelyit akarok. Ne trépáljon a dologra. Én Csopaki Elsa öccse vagyok. Hogy ki? Hát a Csopaki Elsáé. Jaj. Tagadja, hogy viszonya volt a nővéremmel, vagy sem. De tulajdonképpen nem tagadhatom, mert én igazából ismerem a kisasszonyt. Egy nagyon szép délután, meg egy estét is eltöltöttünk vele a Continental kávéházban. Na de honnan tudtam akkor, hogy én itt leszek? Az nem tartozik a tájra. A nővéremnek gyermeke lesz. Adjon nevet a gyermeknek! Hát, akkor legyen mondjuk Adolf. Na de uram! Nem tetszik? Régi módinak találja? De akkor legyen mondjuk Orlando vagy Brandon, de egy szava sem lehet. Maga ugye viccel? Hát azért maga viccel, mert én Kerubinnak nem hívhatom a gyerekemet mégsem. De azt nem értem, hogy mit tolakodnak itt nekem ennyire. Megtámadnak, megzsarolnak, mindent csinálnak velem, amikor én csak egyetlen egyszer szórakoztam a kisasszonnyal. Lehet, hogy nem is az enyém a gyerekem. De azért azt mondja már meg nekem, hogy honnan a fenéből tudta, hogy én itt leszek? Kíváncsi rá, ugye? Ha? Maga azt mondta, hogy gróf! Nem, hát inkább az, hogy grósz!
igen. Hát miért csinálnak nekem Istenem ilyen nagy szenvedést? Micsoda kavarodás, hogy kerül maga ide nekem? Azonnal hagyják el a lakásomat, mert rendőrt hívok. Azt ajánlom én is, hogy hívja a rendőrt. Ezzel a nyomorult csábítóval ezzel számolj le. És akkor velem mi lesz? Engem már le sem akarnak ülni. Maga is sorra kerül. A nővérem összes csábítójával leszámolok. Rendben van. Hát akkor hívjon össze valamennyinket a Páhoki Kultúrházban. Ez a nem törődöttség, ez a rendetlenség, mi ez? Egyszer és mindenkorra megszabadítom magától az ügyvéd irodámat. Olyan igazságtalan velem az ügyvéd úr, igazán soha nem fordult még velem elő, hogy valamit összekevertem. Nagyon kérem, ügyvéd úr, hát nem igazán... Nem érdekel, készíts össze a holnapi tárgyalásra az összes iratot, aztán már mehet is, megkapja a fizetését, nem kell itt semmit csinálnia. Na de kérem, ügyvéd úr, hát... Nem érdekel, tegyél, amit mondtam. Tessék. Van szerencsém, doktornő. Talán zavarok? Nem, a kisasszony épp menni készül. Foglaljon helyet. Köszönöm. Elhozta? Igen, elhoztam. Itt van a táskámban. Ön az a szerencsés halandó doktor úr, aki elsőnek próbálhatja ki ezt a szenzációs találmányt. Hát azért egy kitüntetésnek megvan a hátránya is. Egy találmány annál megbízhatóbb, minél többen próbálták ki. Ó, hát nyugodjon meg! Ez a készítmény teljesen biztonságos, nagyszerű állatkísérleteim vannak. Az elmúlt évet azzal töltöttem, hogy ezt a két stimulást tökéletesítsem, bár fájdalom. Ön csak az egyiket szeretné kipróbálni, de mondhatom, hogy a másik is korszak alkotó találmány. Ön ugyebár ezt a sárga dobozost kérte. Nos, ebben a Herkules bombonok vannak. Ettől a doboz bombontól mindenkire rohamszerű gyorsasággal tör rá a legfiatalabb tüzesség. Nagyon gusztusos, szép forma. Ó, és a hatása. Nincs többi elhasznált idegrendszer. Ne dobja el kimerülni szervezet, bármilyen pór, bármilyen lankadság, mert ugye néha előjön egy kis folt, egy kis foltocska a férfi hiúságon, vagy előjön egy kis piszok, egy kis nő, akit szeretne megkapni. És akkor a peremiféle Herkules bombonok átalakítják magát ifjú bikává, vémmarhába. Nagyon kedves. Nos, mindez csak azért mondtam el önnek, mert hát ön ugye el fogja nekem intézni ennek fejében az összes szabadalmi eljárást a találmányaimmal kapcsolatban. Képzelje el, hogy már dolgozom nagyszerű reklámokon. Például, apropó, mondtam már, hogy a goromba reklám a legjobb. Szóval, például, te vén hülye, mit lógsz egész nap búsan az utcán? Én fel fogom állítani neked az új tételt. Öreg ember, nem vén állat. Nagyszerű, kár, hogy én vagyok a kísérleti alany. Ó, hát nyugodjon meg! Ezek a készítmények sokszorosan ki vannak próbálva, mielőtt idejöttem, kipróbáltam állatokon. Nos, ez a piros dobozos, ez is bombon, ez búskomoroknak való,
Aki ebből egyet bevesz, már is mosolyog. Aki kettőt, az kacag. Aki többet, az képtelen magán uralkodni, és fél percenként röhög. Képzelje el, hogy van nekem egy tengeri malacom. 12 gyermek apja, 42 éves, nőtlen és magázó. Az elmúlt 30 évben nem volt egy kanál meleg szerelem a hasába. A minap beadtam neki egy bombon. És mi történt? Képzelje el, hogy megdöglött. Akarom mondani, hogy halálra nevette magát, ugyanis véletlenül ebből a piros dobozosból adtam be neki. Na jó, hát akkor... De hát, ez még mind semmi, ezt hallgassa meg. Van egy vén buldogom. Az elmúlt 12 évben már rá se néz a hölgyekre. A minap beadtam neki a Herkules bombomból 4-et. És képzelje, viszonya van egy kanárival. Ugyanis nem volt más állat a lakásban, amihez hozzájuthatott. Jó, hát minden esetre ezt a vörös dobozt, ezt vigyél innen. Köszönöm a kedvességét. Én el fogom intézni magának az összes szabadalmi ügyet térítésmentesen. Hát én meg remélem, hogy magából egy új és fiatal férfit fogok varázsolni. Felvirrat rátok, vén paralítikusok. Ezt hagyjuk, ezt hagyjuk. Ha, meglátja, ezentúl tucatjával fogja enni a nőkét. Kérem, én nem vagyok egy nőcsábász, tudja? Na jó, ezt az egy nőt véletlenül szeretem. És ma úgy minden összevág. A feleségem kiutazott a rózsadomba a rokonokhoz. Feljön hozzám ez a kis hölgy, hogy megbeszéljük a vállóperes ügyét. És úgy érzem, ma engedni fog. Tudja, szerelmes vagyok. Ó, hát mindenki lehet szerelmes. Fel a fejjel, te élő halott! Ne csülj egy négy lése! Eljött a te időd, ócska sanyarú eunok! Na, hagyjuk Pertuba! Jó, jó. Nézze! Vígan kacag a vén csámpás, a Herkules bombontól jön a gyerekáldás. De miért csámpás? Hát... Hát azt nem tudom, de a jól hangzik. Ezt a semmi köze ehhez, vagy a bombon az a luttalpat is gyógyítja? Ó, hát doktor úr, a férfiaknál nem a luttalp számít, hanem egy kicsit feje, a minőség. Ne csüggedj te, abbika! Nagyon kedves. De nekem most át kell öltöznem, mert a hölgy bármelyik pillanatban itt lehet. Ó, doktor úr, ez olyan egyszerű ez a készítmény, hogy még használati utasítás sem kell hozzá. Ezt egy gyerek, még egy hülye is megjegyzi. Így magának sem kell gondolkodnia rajta. Szóval, félperces időközönként bevesz belőle 3-at, aztán szépen elszopogatja, majd átadja a hölgynek is, ugyanis a hölgyekre is hevítő hatással bír. Érti? Maximum 3 bombon. Jó, jó, köszönöm, köszönöm. Viszontlátásra. Ne aggódj, te agbika! Hagyom már békét! Mindent hallottam, mondhatom, szép kis üzleteik vannak. Hó, hát csak büszke lehetek a találmányaimra. Ez a modern orvostudomány csodája. De hát most látom, hogy maga meg sír. Valami baj van? Hát hogy ne sírnék, amikor elbocsájtott ez a gazember? Ó, hát ne sírjon, majd segítek én magán. Tud valami állást? Hát azt nem, de adok egy bombont, amitől nevetni fog. Tartsa meg a bombonjait nekem, nem kell adja oda ennek a gazembernek. Vagy tudja mi? Adjon nekem abból a nevettetőből, úgyis nem lesz állásom, majd beveszek belőle, legalább jó kedvem lesz. Egyet. Nem, adja nekem
dobozzal. Ó, hát túl sokat kért tőlem, ez az egy dobozzal van csak nála. Igazán láthatja, milyen helyzetben vagyok. Hát sokat segítene rajtam, ha most ezt nekem adná. Én nagyon hálás volnék. Hát, ha ennyire szeretné, itt van, tessék. Köszönöm szépen. Igazán, nagyon lekötelezett, de mondja, nem szokta összetéveszteni ezeket a dobozokat, tudja, amiket adott az... Dehogy nem, á, dehogy! Hát látja, amit a doktor úrnak adtam, az sárga dobozos. Ettől a doktor úr megfog fiatalon. Amit magának adtam, ez pedig piros dobozos. Ettől maga éjjel-nappal kacagni fog. Isten szóljon, ha elfogyott, hozok még. Viszont látásra, Isten áldja. Na, aztán ettől majd nevethetsz te, ha csókolni akarsz. Ez majd méltó büntetésed lesz neked. Aha, gaz ember. Na, majd ettől vigyoroghatsz. Mit csinál a kisasszony? Drága Julis, hát tudja, mennyire szeretem az ügyvéd urat, és ugye, hát gondoltam, készítek egy kis meglepetés neki, ne szóljon egy szót se. Hogy a kisasszony milyen kedve, és hogy hogy szereti az ügyvéd urat. Hát én nagyon imádom az ügyvéd urat, ugye? Én kérem, egy szót sem szólok, mert nekem az egyik szememen be, a másik fülemen ki. Nagyon helyes. Na ide figyeljen, Julis. Én arra gondoltam, hogy ugye itt van ez a kis bombon, és akkor én ezt odaadnám magának, és amikor jönnek ugye a vendégek, akkor ezt majd adja be, kínálja meg vele őket, de nehogy egyen belőle. Hát mit gondol rólam a kisasszony? Mi vagyok én, torkos? Kérem szépen, tőlem egy ilyen édesség, akár egy... Hétig is elállhat. Jóval. Vigyázzon erre nagyon, és ne szóljon egy szót sem. Igenis. Köszönöm, elmehet. Igen. Maga is elmehet, kisasszony. Jó mulatást! Szemtelen! Halló? Halló, itt doktor Bilic! Igen, kérem. Hát én ezt a látogatást szeretném visszamondani. Elhalasztani, igen, mert sürgős dolgom van. Nem leszik itthon. A lapon itt az áll, hogy elhozzák a erényes hajadonokat, támogató és kiházasító társadalmi egyesület az angyalföldi kerületből Miss Orsolyát. Igen. Bemutatás céljából, igen. Hogy? De nem tudja értesíteni? De kérem, nekem dolgom van. Na jó, hát... Jó, de senki nincs itt, na jó, maximum az anyósom. Ő is tagja az egyesületnek. De én nem. De nem, hát akkor nem. Ajánlom magamat. Csak nem vagyok itthon. Igenis. Ha jön a bizottság, az ügyvéd úr nincs. Mi van magával? Én nem tudom, én lettem neki valahogy olyan melegem. Ön nem érzi, ügyvéd úr. Hát biztos be van rúgva. Hát neki menjék ki azonnal. Igenis. Menjünk. Most ki!
kormányra. Hát, van, foglaljon helyet. Csak ne legyen ennyire heves! Nem tudok uralkodni magam, tudja, mikor magát látom, Erzsike. Pedig elsősorban az ügyemről kell beszélni. Tessék, parancsolja. Mit nevet? Semmi, semmi. Csak az idegesség. Ez a boldogság. Jaj, én is úgy örülök, hogy itt lehetett magával ma. És én úgy gondolom, hogy nem fogok ellene lenni magának ma. Túl boldoggá tesz. De előbb most legyünk komolyak, mert egy szomorú dologra lesz szó. Tudja, milyen szomorúság tört rám fél évvel ezelőtt? Akkor még férjemmel jó viszonyban voltunk. És a drága hőn szeretett édesanyám meghalt. Meghalt? De nagyon szomorú, hogy meghalt. De Ernő, hogy kacaghat azon, hogy édesanyám meghalt? Tudja, hogy milyen szomorú volt és szörnyű, amikor Pirés Csabát elütötte a tricikli. Szóval, eltemettük édesanyámat, meghasonlottam a férjemmel, egyedül maradtam a világban, és aztán jött az a szörnyű katasztrófa, amikor tüdőgyulladást kaptam. Ez semmi sem, csak az idegesség, tudod, bocsásson meg. Meg vagyok mérgezve. Könyörgöm, Erzsi. Ne beszéljünk most ilyen szomorú dolgokról. Tegyük későbbre ezeket. Mindent meg fogok magyarázni. Nem tudok uralkodni magam. Na jó, megbocsájtom. Igaza van, ne beszéljünk ilyen szomorú dolgokról. Esetleg megkínálhatom valamivel? Julis! Imád a kis bébit. Csak mi van magával? Nekem valahogy olyan mellettem van. Na, hogy néz ki? Hát, hogy merít bejönni? Kérlek szépen, hát, nevetem rajta, mindjárt ügyvéd úr. Az esélyem, hát. Örülök, hogy ilyen vicces kedvében van. Mondom, hogy esélyem, mert takarodjon ki. Valami édességet? Hát persze, hozzon be valami édességet, az előbb kértem. Bocsásson. Nagyon bánt, hogy ilyenkor viccelődik. Nagyon szépás kedvében van, de igazán feszélyezhetné magát egy kissé. Nekem jó kedvem? Tréfás kedvemben? Hát akkor utam, megutam érektől. Bele az a feltalálóját. Erzsi, én elveszem magát feleségül. Ugyan hiszem maga nős. Elválok és elveszem magát. Hát igazán csúfolódó kedvében van máma. Mondom, hogy csak az idegesség. Olyan meleg van itt. Meleg? Ha már kifejezetten hűvös van. Tudja, hogy én miért jöttem ma ide? Ha már szól, tudom, hogy meghallgassam. Persze, meghallgatom. És én a tiéd leszek. Semmi hatás, csak röhögök. Mi a francot röhögte egész nap? A tündér. Hát az ujjuk nevetést. Én a tiéd leszek. Magának ezt, de mindent meg fogok magyarázni.
vissza kell hoznom. Várj egy kicsit, Jancsika, hogy van? Lázas. Egész éjjel köhögött. Egész éjjel köhögött a gyerek, beteg és te kinyeredsz. Te megbolondultál. Megbolondultam. Most hogy van? Rosszabbul. Be fogjuk vinni a kórházba. Hát te megörültél? Meg. Én megörültem, hogy most megyek is. Hát ez biztos beromott. Valami kibont, vagy nem tudom. Hát... Nagyságos asszony. Egy bizottság van. A bizottság itt van már most. Jaj, várom őket. Vezesse őket be. Vezet. Nagyságos asszony. Hogy maga milyen csinos? Üdve, tisztesség, hajlékát! Ne szégyeli magát! Szeretettel köszöntöm a Hajtóvédő Egyesület megjelent tagjait. Ő ugyan nincs itthon, de szívesen látom önöket. Engedjen meg, hogy bemutassam tagjainkat. Rohonci Annabella, a hévízi díszhajadon. Vicege úr! Választmánytőnk és Szérna Ugulót ugyancsak választmányi tagunk. Köszönjük szépen foglalkozni. És hány éves vagy, leányom? 18. És még hajarom! Az idei országos rekord! Sajnálom, hogy a főm nincs jelen megbeszélésen, de vegyék olyan a dolgot, mintha egy személyes jelenlétével itt lenne. És természetesen hozzájárul a kiházasításhoz a szokott módon. Egy kis édességgel megkívánhatom, ugye mondom. Köszönöm, én nem élek vele, köszönöm. De sajnálom. Köszönöm, én elfogadom. Én is köszönöm. Hát nagyon sajnálom, hogy a vőm nincs itt, igazán. Tessék. Szeretett kaporné, igen, tisztelt dísztagunk. Köszönettel fogadjuk ajánlatát, maga becsületben megvénült úriasszony. Mi, akik nem csak pártfogójuk, hanem terjesztjük is a hajadonokat, ugyanis ingyenes orvosaink sokszor tatarozzák helyre a megromlott erkölcsöket. A csatolt hajadon olyan tanúbizonyságát tette méltóságának, mi több, olyan híven és kitartóan követte az ártatlanság megjegyét, hogy még csókkal sem érítette férfi. Mit kell ezen nevetni? Nem tudom, miért nevetünk ezt. Hát meg vagyok többen. Én sem tudom, miért kell ezen nevetni. Na, takarodjanak ki. Magáról leveszem a kezemet. Maga megy és maga nem többé tagja a választmánynak. Takarodjanak ki. Teljesen felizgattam magamat. Úgy látszik, ez esetben méltatlanra pazaroltuk pártfogásunkat. Mennyiféle édesség van ma itt, érdekes. Nagyon örülök. Szóval belőle akkor is, hogyha esetleg az izgalmára ne hátfogasznál egy kicsit, fogyasszunk belőle. Nagyon örülök, hogy az ügyvéd úr nem volt jelen. Én is örülök neki, biztos nagyon haragudott volna. De tudja mit, a jövő héten kírunk egy újabb választmányi ülést. Fogyasszom, nagyon finom. Érdekes. Érdekes, hogy a vőm is olyan. Hajadon? Hát az nem lehet. De olyan furcsán nevetett olyan. Fú, de meleg van itt. Nagycsár, hát maga olyan vesmálma. Érdekes, maga is olyan
Dalia, máskor mindig a randa szokott lenni. Most meg olyan férfias. Hát, mintha maga nem is lenne olyan ang. Köszönöm. Kebelre veled! Ó, ezen a kebelen pihegni. Ó, hát vetkőzzünk, tudja mi? Akkor nem is haragudtam volna önnek. Angyal. Ó, angyal! De előbb ígérje meg, ha legközelebb hangulatba akar jönni, akkor nem egy tudósra bízza magát, hanem rám. Van olyan jó? Hát, kérem, én egyszer és mindenkorra a maga kezébe adom a sorsomat. De előbb most üljön le. Köszönöm, én most inkább állok. És még maga mondja, hogy gyenge férfi, ha csak magára nézek, húgyorog a szeme. Pislogni még tudok. Ez a tündér. Gyuris, fizesse ki a taxit. Ha Jézusom, a felesége. Most mi lesz? De nem akarsz leülni? Nem, én most szeretnék veled beszélgetni. De ne szívem, bármelyik pillanatban jöhet egy kliens, vagy jöhet remete is. Jaj, ez a vissza már. Igen, az. Mindig gyűjt, mindig lop. Ne, csak szívem, nincs ott lekopva a tapéta. Nem látok én semmit. Csak úgy gondoltam. Azért jöttem ma haza, mert... De ott a másik oldalon, ott az a falon. Egy kép. Hogy van felszögelve az a kép? Hát úgy van, mint máskor. Nem, mindjárt el akar esni. Jó, hát akkor ne. Hát akkor mit csinálja? De csak nézd, mert merően egy folytában, csak nézd. Jaj, Ernő, dehogy nézem. Kérlek, Olga, csak nézd. Ernő, mi van azzal a szekrényjel? Olga, egy komoly kijelentést kell neked tennem. Mi van azzal a szekrényen? Én szeretek valakit. Mi van abban a szekrényben? Akit szeretek. Őt akarom, és vele fogok élni. Eddig életem, ez volt eddig életem legnagyobb titka. Ha én látni akarom! Őt szeretem, és az enyém lesz! Csak nem! Olyan emellek a bomb! Remete! Na maga hogy kerül ide? De most megyek haza. És nem leszek a maga.
öt pár lónak öltözött, félkegyelmű brit kölyök, futnak egy reken kés után. Én megint állok oly után, mert néhány forró fontosabb, nincs ennél ostobább darab, hát megcsókolhatják a feneket. Nem a tiétek! Nem a tiétek! Az én szerepem! Az enyém! Hagyjam! Nem megyek! Nem! Az enyém! Mimóza házasság közvetítő iroda? Kicsoda? Máté Rózsi? De hogy ne tudnám Rózsika védes, hogy ne tudnám, hogy kicsoda? Persze, 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 evidenciában van tartva, a megfelelő partner, ha jelentkezik, azonnal fogom küldeni. Persze, hogy ne. Nem szeret, parancsolj. Szervusz, folytál. Nem, csak a legkedvesebb unokahúgomat üdvözöltem. Parancsolják, foglalni. Jó, még ma vagy holnap, de holnapra, 100%-ra fogok küldeni valakit. Viszont hallásra, puszilom. Na mi van, megint boldogtalanná tette egy nőt? Édesem, ez boldog lehet, ha valaki szóba áll vele. A világ legroddább embere szóba nem állna vele. Miért olyan csúnya? Olyan csúnya? Nincs lelkiismeretem kínálni bárkinek is. De olyan ronda az egész családja. Az egész családja? Ezek valószínű, hogy Vag Béla idejében jöttek az országba. Miért pont Vag Béla idején? Mert amelyik király lát, az be nem engedi őket. De van két háza. És találsz neki férjet? Ez esetben mindenképpen. Na jó, mindegy, ez nem is érdekes. Figyelj csak, Ibolykám, én azért jöttem én hozzád, hogy Jankám, hogy találtál nekem már rézrudat? Ezzel a rézruddal megőrítesz engem. Égen földön nincs másfél méteres rézrud. Kisebb lenne, amennyit akarsz. De másfél méteres? Nem tudom, nem találok sehol sem. Hát ez rémes. Akkor én most mit csináljam? Én akartam már kérdezni, hogy miért nem hagysz fel ezzel a kísérletezgetésekkel? Hát azért, mert az utolsó lépés előtt állok. És nem szeretném abba hagyni. Mert én leszek az első elektrotechnikus nő, aki a levegőből áramot tud csinálni. Ekkora betűkkel fogják írni a nevemet az újságok, hogy Kovács Ibolya az első elektrotechnikus nő, aki lepipált az összes tudós férfit. Édes szívem, ha ennyire biztos vagy te a dolgodban, akkor jelentkezz az államnál, majd ők küldenek neked másfél méteres rézurat egy tonnával. De nem tudok kérni tőlük, mert a kísérleteim a legnagyobb titokban folynak. És rajtad kívül csak a bőlegényem tud a dologról. Hát nem is tudtam, hogy ilyen titoktartó vagy. De ez most mit csináljak? Hogyha nincsen megfelelő nagyságú részrúd, nem tudom befejezni a kísérleteimet. Hát az a helyzet, bevallom neked őszintén, hogy... Mégis tudnál szerezni nekem egyet? Hát tudnék, van egy ember, van egy... Miért nem vetted meg? Nem eladó! Egy elektrotechnikus. Kézen közön kapcsolatba kerültem vele. Kiderült, hogy van neki. De nem adja el, viszont nagyon szívesen odaadnál neked, ha bevonnád a kísérleteidbe. Szóval segíteni akar. De rád is fér a segítség, nem? Egy kicsit gügyülék, de nagyon jó indulatú. Hát nem tudom. Nem is tudom.
Jó, végül is el kellene segítség, akkor küld el hozzám még ma este. Jaj, küldenem kellene a csúcsátnak is valakit. Várjál, csak ezt fölírom, mert elfelejtem. Én is fölírom a címemet. Máté Rózsi. Kovács. Ibolya. Gyöngyvirág utca 28. Sólyom. El fogom felejteni. Utca 16. Ezt pedig adod a légy szíves az én elektrotechnikusomnak, és akkor jelentkezem még. Igen, ma. Igen, nem felejtelek el odaadnám. És akkor nem is zavarlak tovább, köszönöm. Puszillak, édesem, puszillak. Szia. Szia, szia. Ez a telefon. Halló, tessék, Hidas? Mi az, hogy nem akarnak fizetni? Hát megnősült férhez meg a jutalék a miénk. Jó, ne engedj őket felszállni a vonatra, majd megyek. Jó, jó. Álljon oda, figyelj őket, aztán szóljon ide újra. Jó. Rendben van. Viszont hallásra. Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kérem én, Mimóza urat keresem. Mimóza urat? Itt olyan nincs. Na, hogy ne volna. Ki van írva oda föl a... oda a falra? Mimóza házasság kötetítő. Ja, kérem, az az irodának a neve, de olyan név, hogy Mimóza, olyan nincs. Hát már, hogy ne lehetne ilyen név? Hát, hogyha egyszer Jácint van, akkor nyugodtan lehet Mimóza is. Jácint? És kinek van ilyen neve? Ját, az, méghozzá Hugo. Jácint, Hugo. És ez még? És kit hívnak én? Engem, kérem. Bocsánat, ne haragudjon. Nyugodtan csak nevessen. Nem, hát én is mindig nevetek, amikor ilyen hülye nevet hallok, hogy jó, játszint fogó! Kegyenet, hogy hívják? Hát, Janika Janka. Jaj, ne tessék haragudni, de ez is elég hülye. Tessék helyet foglalni talán. Köszönöm szépen. Jaj, képzelj el, hogy nálunk a faluban van egy hentes. Azt úgy hívják, hogy Pacalmenyhért! Eddig a miénk, de is sokkal hülyébb név. Vagy ott van a postás kisasszony. Őt meg úgy hívják, hogy Rityegő Hildegárd! Érti, Rityegő? Elmondanám, hogy miért segítettek? Tudja, hogy ezek összetalálkoznak a piacon, mert a pacal, meg a Rityegő, akkor ezek is ennek a szecsinálják. Elmondanám, hogy miben segíthetek, de csak röviden, tömören. Röviden? Igen. 100 000-et szeretnék. 100 000-et szeretne? Hát annyit óhajtok. Hogy? Hozománynak. Ja, maga nősülni akar. Akar a rosszabb. De hát, ha anélkül nem megy. Nem, anélkül nem megy. Hát akkor az is hozzá. Mert ugye eleget voltam én már más kutyája. Kilépek a MÁV-tól, és önállósítom magamat. Vezek egy kis családi házat. Házon lesznek. Ablakok, az ablakban virágok, felül Jácint, alul Ibolya. Istenem, nekem ez az én nagy álmom. És hol teljesített eddig szolgálatot? Eddig? Töcske, hőgyesem? Hát, ez egy olyan jó hülye név, hogy... És hogy Töcske, hőgyesen nincsenek szép lányok? Jaját, nem hőgyes, hanem hőgyes, tudja, mint a Töcske, hőgyes. Tetszik tudni, egy ilyen kis helyen aztán mindent tudnak ám az emberről. És magáról is tudnak mindent? Tudnak ám. Mit gondol, miért menekülnek úgy tőlem a lányok? Mert menekülnek magától. Igen, mert tudja, hogy nekem, hogy én... Jaj, nekem erről olyan kínos beszélni. Itt kérem szépen, nyugodtan elmondhat minden, köztünk marad, innen nem kerül ki sem. Abszolút, és hát az ügyletünkhöz meg ugye tudnunk kell mindent, de tényleg itt teljes a titoktartás. Hát az a helyzet, hogy én, hát én túlságosan is férfi vagyok. Na nem mondjam. Hát az a helyzet, hogy már az apámnak is jó nagy híre volt a környéken, hát nekem meg még az övénél is jóval nagyobban. Ezért félnek magától a Töcske hőgyesi lányok. Micsoda? Hát csak a hangomat meghallgattam, már menekülnek. Pedig azért jó volnám megnősülni, mert tudja, akkor nyithatnék egy kis üzletet.
Vernék egy kis családi házat, házon lennének ablakok, az ablakban virágok, felül játszint, aluli bolya. Jaj, milyen szép állom, ezt kérem. Tessék már nekem valami jó partit találni. Hát, megmondom, hogy ezekkel a paraméterekkel egy kicsit nehéz lesz, de tudja mit? Van nekem itt egy név, egy cím. Tulajdonképpen ez a hölgy nem is akar férhez menni, csak úgy partnert keres. Két háza van. Hát a kőnekem! Hogyha dupla a ház, akkor dupla az élvezet. Ugye, ugye van a ház, ugye, amit beszéltem, akkor rajta van az ablakok, az ablakban virágok, felül játszint, aluli bolya. Hát mondjuk felőlem lehet a másikba akár fordítva is, tehát most mindegy. De... tessék már mondani, hogy... szép az illető? Háá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 
Az a helyzet, hogy olyan hercig. Képzelem, hogy milyen lehet, hogyha maga úgy mondja, hogy hercig. Tulajdonképpen azt ajánlom én magának. Keresse föl, nézze meg, nem harap. Mi csoda? Hát olyan öreg, hogy már foga sincsen. Dehogyis. Az a helyzet, hogy ő tulajdonképpen nem is akar férhez menni, hanem csak partnert keres. Hát, hogy... Mihez? Ja, szóval hegyegni akar. Szóval azt akar. Keresse föl, nézze meg, meglátja. Hagyjon rá mindent, ha vegyél még feleségül. Jó, hát tessék csak rám bízni mindent. Velem aztán annyit hegyeket, amennyit csak akar. Halló, Hidas? Na mi újság van? Micsoda? Megvették a jegyeket, és nem tudta őket megállítani. Na már is ott vagyok, na majd én kiverem belőlük a jutalékunkat. Jó. Uram! 20 perc múlva itt vagyok, kérem, hogy jöjjön. Én annyit nem tudok várni, kérem, hát a vonat nem vár, hát meg az a kérésem, akkor nem is tudom, mit csináljak. Én nekem el kell mennem, nagyon fontos ügybe. Ott van a telefon mellett a cím, és keresse fel azt a hölgyet, jó? De ne vasutas ruhában, valami normális ruhában menjen, jó? Viszontlátásra! Ez jó, itt hagyott engem. Azt mondta, hogy valamilyen cetli van az asztalon. Nézzük csak. Nézzük meg a cetliét. Oha. Ez itt van. Olvassuk, mi van rajta odaiban? Kovács! Ibolya! Sólyom utca 18. Jól látom. Hát, végre teljesül az én álmom. Felüljárt itt! Elül Ibolya! Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én kérem, a Mimóza irodából jöttem, a Janika asszony küldött. Jaj, én úgy örültem, mert annyira vártam. Én is nagyon örülök, de sajnos én nem Magácskához jöttem. Kérem, én Kovács Ibolyát keresem. Én vagyok Kovács Ibolya. Nem igaz. Hát csak tudom, hogy ki vagyok. Hát maga nem is egy fogatlan csúnya nő. Ki mondta ezt magának? Janika asszony, igen. Janika asszony, biztosan csak viccel. Nyugodjon meg, én vagyok Kovács Ibolya. Hát az nem igaz. De igaz. Hát olyan boldog vagyok, hogy madarat lehetne velem fogadtatni. Hát kérem, ez a Janika asszony, ez egy... Erre mondta, hogy fogadlan. Teli van a tája fokkal. Na,
Foglaljon helyet! Hát, köszönöm szépen! Rögtön tárgyat érünk, nem tudom, hogy Janika asszony említette, hogy én csak a rúd miatt hivattam. Mármint, hogy mi miatt? Hát a rúd miatt. Nekem ugyanis szükségem van egy pozitív oszlopra. Pozitív oszlopra? Természetesen. Miért maga nem tudja, hogy mi az, hogy pozitív oszlop? Így hívják azt a rudat, ami magának van. No, hogy az, ami nekem van! Honnan tetszik maga erről tudni? Hát a Janika asszony említette, hogy magának van egy megfelelő nagyságú rúdja. Elmondta magának? Hát eranda szája van neki, ha elmondta. Kicsit a szemem a szégyentől. Szóval, Janika asszony említette, hogy van magának egy megfelelő nagyságú rúdja. Megfelelő? Jó pofanő. Pontosan ez a helyes kifejezés, mert kisebbet kapok, amennyi csak kell. Hát akkor van bőven. De nekem pont az a méret kell, ami magának van. Pont az a méret? Jajajajaj, de jó pofanő. Természetesen nekem ugyanis van egy negatív hengerem, de hozzávaló oszlopom nincsen, és én ezért vagy hivattam magát, és azért vagyok hajlandó magával együtt dolgozni. Negatív henger? Miért mondja maga, nem tudja mi az, hogy negatív henger? Hát most úgy van egy sejtésem. Hát a henger az, amiben az oszlopot belehelyezik. De jó gyanítottam! Azt hiszem, ezek után nem lesz nehéz sejteni, hogy miért is hivattam magát ide. Ezek után? Ezek után ezt nem nehéz kitalálni, kérem. Figyelmeztetem, mellettem a legnagyobb diszkrécióra lesz szükség. Ó, hát én úriember vagyok, én csak nem fogok fecsegni. Mert rajtunk kívül senki nem tud a dologról, Janika asszony és csak a vőlegényem. Hogy kicsoda? Magácskának van vőlegénye is? Hát nekem erről a Janika asszony nem mondott semmit. Hát de most ezt miért kellett volna mondania magának? Maga elvégzi velem a dolgát, és kész. A vőlegényed vagy nem fog véletlenül majd engem ezért nem szeretni egy kicsikét? Hát de hogy? Sőt, még segíteni is fog magának. Segíteni fog? Hát mit? Hát először is segít magának felállítani a rudat. Segít felállítani nekem a rudat? Én még ilyen badarságot nem hallottam. Hát már miért lenne badarság? Maga azt hiszi, hogy egyedül is meg tudja csinálni? Eddig még nem volt szükségem segítségre. Ez a vőlegényed segít. De én nem szeretem, hogyha ott kivicelnek körülöttünk. Megesít egy kicsikét. Itt nem figyeljen maga egy kicsit érám. Ez a vőlegényt dobjuk ki ebbe a buliból, és mi ketten elvégezzük közösen ezt a dolgot. Jó? Na jó, mindegy. De figyelmeztetem, mellettem nagyon kemény munka vár magára. Vállalom. Éjjel-nappal dolgozunk, 7-8 órát egyfolytában. Ennyi. Na jó, nem bánom, 1-2 óra pihenő, de aztán utána mindent kezdünk újra előről. Istenem, 7-8 órát egyfolytában? Hát az ki van csukva, kérem. Hát akkor lehet, hogy mégsem vállalom. A henger a legnagyobb strapát is kibírja. Na, hát, a henger? Na, az lehet. De hát, Na jó. Én majd megmondom magának, hogy hogy kell csinálni. Maga mondja meg, neked, mert azért nem tudom, mit kell csinálni. Jaj, tudom én, hogy mit kell csinálni. Miért? Csinálta? Kivel? Mikor? De most, az a naplót azt nem vedettem róla, kérem, de most maga, komolyan, azt tetszik gondolni, hogy ilyet még sohasem csináltam. Na jó, csinálta, nem csinálta. Az a lényeg, hogy nálam hogy kell csinálni. Na jó, ammár mindjárt más, kérem, mert ki így csinálja, ki úgy csinálja, hát mindenki másképp csinálja, ezt akceptálom, igen. Először is felmegy a háztetőre, és felállítja a rudat. A háztető?
ott, ahol a kémények vannak? Hát természetesen, csak nem gondolja, hogy itt a szobában csináljuk. Hát már inkább itt, mint ott fönt. És még maga mondja, hogy csinálta. Soha sem csinálta. Hát most bevallhatom magának őszintén, hogy hát ne tőd még soha. Spájzban nem mondom. Előszobában. Egyszer a mángordó háta mögött is. Kazaltöviben. Na de háztetőn. És hogy kapaszkodik ott az ember? No, ja, persze, szóval... mondjuk ott van az eresz, az igaz. Ismétlem magamat, felmegy a háztetőre és fölállítja. Ragaszkodik ez a tetőhöz. Jó, rendben, megpróbálom. No, és aztán a két kémény között kirisszuzalja a kispanója, hogy jó masszívan álljon. Micsoda? Hát a rúd. A két kémény között rész húzalla a kispanoljuk? Hát én még ilyen hülyeséget nem hallottam. No, természetesen előzőleg vasmorgókat fúrunk vele, hogy legyen mivel a húzalokat beleakasztani. Persze, hát azokat valahova bele kell akasztani. Mégis hova akasztjuk mi ezeket a vasmorgókat? Hát a rúdba. Ne! Aztán a végét hegyesre lereszeli. Bocsánatot kérek, minek a végét ereszeljük le hegyesre? Hát a rúdnak a végét. Hát ugye csak nem tetszik ezt komolyan mondani. Hát már miért ne gondolnám komolyan? Fog egy reszelőt és szépen lereszeli. Hát így van persze. És de nem, akkor mi van? Hát komolyan mondom, ide egy fakír kellett volna. Mondja maga, talán félti azt a rudat. Igen, féltem! Képzelj el, féltem! Hát nincsen belőle rezerva, kérem! Nem kell félteni, a rudnak nem lesz semmi baja. Na, hogy annak nem lesz? Hasd horgokat bele! Mondja, legfeljebb rövidebb lesz itt. Hát mi az, hogy rövidebb? Hát, hogyha magának az elereszelt vége már nem kell, akkor fogja és levágja. Hát ez zseniális ötlet. Nem kell neki levágja. Miért? Hát ez a legegyszerűbb, nem? Hát nézd és kész. Hát ha így csináljuk, akkor tulajdonképpen 2-3 eset és abból a rúdból nem marad semmi. A rúdnak azért kell hegyesnek lennie, mert az indukció csak úgy váltódik ki, ha a kondukció az áramra egyenletesen megosztólag hat. Érti? Persze. Hogy ne érteni? Hogy is van ez, kérem? A padláson el van helyezve egy motor, amely összeköttetésben van egy ruddal, és amikor a motor elkezdi mozgatni a rudat... Jobbál, bocsánat egy pillanatra! A motor mozgatja a rudat? Természetesen. Na akkor én meg mi a fenének vagyok ott? A dörzsölés következtében energia keletkezik, amely a hengerekből kiálló fémcsúcsokon és a stadionnal bevont fagolyókon át megsokszorozottba vezet egy magas kapacitású hűtőbe. Na már most, ez az áramlás mindaddig tart, míg a két vezetékben a feszültség egyenlő nem lesz, amikor a külső ellenállás eléri azt a magasságot, amit a párhuzamos kapcsolás megkíván. Ez csak világos. Mint a nap, kérem, annyira világos. Mert ugye hát van ez a kapacitás, ugye? Ez akkor úgy beindul, akkor ugye jön utána az indukció, majd a kondukció, meg végül az injekció, de ezeket a fagolyókat, ezeket én nem teljesen értettem. Valamit elfelejtettem. Ne tessék már kétséget között hagyni. Mondja csak nyugodtan, mi vár még rám. A rudat azt át fogjuk fúrni. Hát ez kár lett volna elfelejteni. Ugyan már csak 7 cm-es lukat fúrunk rajta, hogy legyen mind az indukciós vezetéket áthúzni. Jaj, ez tiszta szerencse, kérem. Csak ennyi. Hát azokat valahol persze, azokat az indukciós vezetékeket, azokat persze valahol át kell húzogatni, gyere, arra, mindenfelé, mert hogy... Maga normális tetszik lenni? Hát, azt gondolja, hogy azzal a ruddal mindent lehet fúrni, haragni, reszelni? Na hát én ezt nem vállalom, kérem. De én megfizetem ezt magának.
Hát itt magáskának annyi pénzem, hát a végén még kisülök le is daráltatja itt nekem, kérem. De én nekem szükségem van arra a rúdra. Nekem is szükségem van rá. De így megy az a dolog, akkor végén elmehetek szépen áldoknak. Tudtam, hogy itt van maga szerencsétlen. Maga? Maga? Ki ezt küldött maga engem? Ti nem ide küldtem magát. Ja. Miért ez nem az én elektrotechnikusom? Ez? Hát nézd rá! Ez egy vasutas. Már dolgozó vagyok, kérem. Ez a maga címe. Ezt a címet keresse föl. Hát ez már mindjárt más, kérem. Na de magácskához egyszer még visszajövök ám. Visszajövök hozzám? Miért? Megöregszem. Miért? Azért, mert maga olyat, mint tetszett nekem mondani, ami egy öreg embernek mindig nagyon segítségre tudám jönni. Na miért? Mit mondtam én magának? Hát azt mondta, hogy a motor mozgatja a rudat!